Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kiváló kezdeményezésnek tartom a Vitamenza programot, a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt programként támogatja, hiszen olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az egészséges táplálkozás, az egészség, a magyar konyha, az élelmiszertermelés, a foglalkoztatás összefüggő kérdéseit érintik, és egy példaérték az, hogy Békés megye az ottani állami vezetők, önkormányzati vezetők összefogása az lehetővé teszi, hogy ez a program egyre szélesebb körbe terjedjen el Magyarországon. Mi arra törekszünk, hogy minél több támogatót nyerjünk, meg minél több ebbe a programba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a téma súlyát mutatja az is, hogy 1.700.000 gyermek óvodás, bölcsődés, iskolás, és hát jó néhány felnőtt is részt vesz igényeli a iskolai óvodai közétkeztetést. Ez egy rendkívül nagy szám, és a jövő generációk szempontjából is nagyon jelentős, egészség szempontjából és egészséges táplálkozás miatt is, illetve a gasztronómia, az élelmiszerfogyasztás és ezen keresztül a magyar gazdaság jövője szempontjából is nagyon fontos. Nem mindegy az, hogy mi kerül az asztalra, mit kerülnek a gyermekek és mit fognak fogyasztani a jövőben, mint felnőttek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem, hogy mindenkinek van jó néhány példája, különösen azok, akik a létkeztetésben dolgoznak, a menzák hétköznapjaiból. Én kettőt szeretnék felhozni, azért is, mert akkor kezdtem el mélyebben foglalkozni, és akkor ez már két eset a tudomásom jutott. Az egyik az volt, hogy egy munkatársunk felmérést készített a bölcsődében, a bölcsődés gyermekeket megkérdezte, hogy mi a kedvenc ételük, és hát ott voltak különféle ételek. És egy tanulságos dolog volt karcolni azért, hogy bölcsödések, tehát egészen úgy gyermekek között jó páran a birkapörköltöt jelölték meg mindenki kedvencét. Hát ez azért szép teljesítmény, látszik azt, hogy a létkeztetésben a tradíciónak van jelentősége. Ez az egyik extremitás. A másik a következő példa, amikor ugye arról beszélünk, hogy a magyar konyha ezeket ilyen gyors éttermi és így tovább dolgokat ugye eléggé távolról kezeli, főtételt szeretünk a hagyományos étel mellett, sokan elkötelezettek a fiatal korosztályból is. A 90-es évek végén tapasztaltam azt, hogy ehhez a dologhoz miképpen alkalmazkodnak a multik, a nagy élelmiszer forgalmazók, a nagy feldolgozók. Egyik nagy étkeztetőkkel konzultáltam, és kérdeztem, hogy ugye hogy jön ki abból a pénzügyi keretből, ami rendelkezésre áll, de ebből mindig nagyon nehéz természetesen kijönni. És azt mondta, hogy de sokat segített, hogy a pénz elég legyen, az, hogy olcsó, zsákos levesport tudunk venni, és akkor ezzel megoldjuk a levest. A sokkal kedvezőbb áron szerezhetünk be, mint a többi nyersanyag, alapanyag. Tehát ha most a két extremitást veszük, ugye az egyik oldalon van egy hagyományokhoz való ragaszkodás a történetek, a másik pedig az, hogy miképpen alakul át a beszerzés, ami látszatra, vagy ránézésre, vagy lehet, hogy még ízlelésre is hozza a hagyományos konyhának, akár az egészséges étkezésnek is a paramétereit, de nem mindegy az, hogy honnan van ez a beszerzés. Honnan származik az ennivaló? Arról nem is beszél, hogy ez milyen az az ennivaló. Tehát a leves az nem egy zsákos kiritelme jelenik meg előttünk, amikor kavargatjuk a tányérban a kanállal. A beszerzési oldalát nézzük, és ezért nagyon fontos a címe és az előadásnak, hogy egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen kereskedelmi rendszeren keresztül jut hozzá az étkeztetés az alapanyagokhoz, nem mindegy, hogy azok a maguk valójában mit jelentenek, milyen távolságból érkeznek, miből vannak és így tovább. Nekem meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy minőségi javulást tudjunk elérni az étkeztetésben, jó irányba kell haladnunk, a friss helyi termékek irányába kell eltolnunk a beszerzési lehetőséget, és akkor el tudjuk kérni azt, hogy tényleg egészségesebb legyen az ennivaló, és a jövendő korosztályoknak a gasztronómiai érdeklődése is. Nem baj, ha a birkapörkölt irányába, de mindenképpen helyes irányba haladjon, és a magyar mezőgazdasági termelés is ezáltal tudjuk erősíteni. Miképpen lehet ezeket a célokat elérni, illetve milyen előnyei vannak akkor, hogy a helyi értékesítésből, termelésből van a vásárlás. Az egyik a nyomókövethetőség, amikor tudjuk azt, hogy akit vásárolunk, az mivel foglalkozik, a termék az tényleg
és szállítási, raktározási, hirdetési, kereskedelmi költségek sem merülnek föl. Ezeket beépítik egyébként a nagy cégek is a pármányban. És ugyan lehet, hogy egyszerű néhány nagy beszerzési pontról bevásárolni, de meg kell azt nézni, hogy mi számozik, és általában a helyi értékesítés, az említett kedvezmények miatt 5-10%-kal olcsóbb is tud lenni a helyi feldolgozásból történő vásárlás. Persze lehet, hogy ezt termeltetni is kell, hiszen gyakran mondják azt, hogy nincsen helyben termék, lehet, hogy nem tudunk róla, lehet, hogy most nincsen, de a jövőben lehet. A gazdák elég nyugalmasak is át tudnak állni arra a termékre, amire szükség van. A célunk az, és ez a programnak egy kiemelt eleme, hogy a helyi és bio élelmiszerek aránya az 30%-ra emelkedjen a benzai alapanyag repertoárban. Szerintem ez egy reális cél, és szervező munkával odafigyelésre megoldható. Persze lehet, hogy akkor, akik ilyen a jellemzés szervezések a terékhadába tartoznak, nekik nem kell a megyeszékhelyekre járni, annyit beszervezni, nem lesz annyi kapcsolatuk a multikkal, amely élelmiszer alapanyag forgalmazó. Az is kérdés, hogy milyen plusz munkaidőt jelent az, hogyha mondjuk a zsákos leves helyett friss alapanyagból készül a ennivaló. Megvannak arra lehetőség startmunkában, közmunkában, hogy ezt a 20 munka erőigényt biztosítani lehessen. És hogyha mindezt egy helyi programban foglaljuk, akkor azt hiszem, hogy elég jó megoldásokat lehet találni. Milyen konkrét lépések voltak, és a helyi programban amíg visszatérünk, milyen konkrét lépések voltak az elmúlt időszakban, amelyek lehetővé tették, hogy ez a program megvalósuljon, és a konferencia is megtartásra kell. Mert nekem meggyőződésem, hogy 2010 előtt nem lehetett volna helyi vétkeztetést helyi termékekre alapozni. Ugyanis 2010 előtt két akadály volt ennek. Az egyik az, hogy a termelőről elzárták a belső piacot, a másik pedig a közbeszerzési szabályoknak a minden léte volt, amelyek nagy tételekre jelölték ki az adott pályákat, vagy mennyiségű élelmiszer csak nagy láncoktól lehetett vásárolni. Ez egy elég meglepő dolog, hogy adminisztratív akadályai voltak a helyi termelők értékesítésének, de tény és való. Gyakran elmondtam azt, hogy ha valaki mondjuk helyben kolbászt akart készíteni, vagy burgát, akkor ahhoz egy komplet húsüzemet kellett volna, nem is akármilyen húsüzemet engedélyeztetni és felépíteni, még a meglévőket is bezáratták, a meglévő felhúzó kapacitásokat. Tehát ezeket az akadályokat mi elhárítottuk, ma egyszerű, bár fontos előírások betartása mellett, egyben minden további nélkül lehet készterméket előállítani és forgalmazni, húsállókat, tejtermékeket, tésztaféléket, szörpöket, lekvárokat, egy kis termelői rendelt ezeket a szabályokat rögzíti. Meg is indult ez a termelés. Én itt korábban egy interjúban is mondtam, hogy a helyi termelés értékesítés az 2010 környékén olyan 6-8%-a volt az élelmiszer forgalomnak, már ez megduplázódott, tehát 3 év alatt duplájára tudtuk növelni. Azért egy 15-16%-os forgalom egy egészen nagy kereskedelmi láncnak a forgalmát jelenti Magyarországon. Tehát ez mutatja azt, hogy a gazdák, a kis termelők képesek a piacra vinni. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a mintamenza programba is ezeket a termékeket be lehessen hozni. A kistermelői rendeletben segítette az értékesítést a magyar belföldi piacon, a gazdagpiacokra vonatkozó szabályok egyszerűsítése is. Tehát az, hogy a piacon ezek a termékek megjelenhetnek, a piacítás szabályai is egyszerűsödnek, lehetővé teszi a közvetlen vásárlást, és a közbeszerzési szabályok sem vonatkoznak ezekre a területekre. Megjelennek a étkeztetésben és a magyar élelmiszertermelésben a startmunka produktumai is. Itt a füstölt nyúltól a házi sajtón keresztül a gyümölcsök, zöldségek, méhészet, a legkülönbözőbb profilok, amik a startmunka keretében kertészetek beindultak, ez lehetővé teszi azt, hogy az étkeztetésben is ezeket az alapanyagokat felhasználjuk. Itt is voltak jogszabályi akadályok, amiket el kellett hárítani. Ha valahol van egyébként még mindig valami jogszabályi akadály, akkor kérem, hogy azt jelezzük a tárca részén, a kollégáim részén, és azt kivesszük a rendszerből. A professzionális mezőgazdálkodás az képes, látszik, hogy ezek ilyen talán helyi értékesítés nem, de mondjuk egy startmunka termelés az egy kiegészítő profil.
felerősülő, de mégis kiegészítő profi. De ugyanakkor kell ahhoz, hogy teljes lefedettség legyen az országban. Minden négyzetmétert megműveljünk, és minden lehetséges rúgóórát hasznosítsunk, minden lehetséges termelési bútorát igen tartsunk. Ez az étkeztetés szempontjából is nagyon fontos. És ide kapcsolódik a most induló háztáji programunk, vissza akarjuk hozni a háztáji termelést, ami fölöslege, amit el lehet juttatni a fogyasztáshoz, a étkeztetéshez, és ide kapcsolódik a legszebb konyhakert mozgalom is, amelyből szintén jön további élelmiszer mennyiség, szociális szervezetek és agrárprofilal tudnak majd dolgozni, tehát ez tovább olyan helyi termékeket jelent, amelyek adott mennyiségben, adott profilokban bevonhatóak az étkeztetésbe. Persze lehet, hogy egy háztájból nem jön ki olyan mennyiség, mondjuk egy adott településre, ami a kenyér szükségletet fedezi, de zöldségnél vagy gyümölcsnél ez már nem elérhetetlen. Ez lehetővé teszi azt, hogy a helyi ízek is megjelenjenek az étkeztetésben. A birkapörkötöt én azért mondtam, hogy nem csak tradíció, hanem helyi gasztronómiai érdeklődés is van. És az azért nem baj, hogyha nem ugyanaz az egyen étkeztetés zajlik az ország legkülönbözőbb tájai. A tájhoz kapcsolódó őshonos helyi szokásokba illeszkedő étkeztetések meggyőződésem, hogy nagyon fontos, nagyon nagy jelentősége van. És hogyha ezeket a területeket összefoglalhatjuk, akkor megnyílik a lehetőség egy helyi mezőgazdasági program megalkotására is. A mintaprogram a VM kiadványában megtalálható, és hozzáférhető. Ezeket a mozaikokat szépen össze lehet rakni, persze nem kevés munka, össze lehet rakni egy helyi mezőgazdasági programmá, ahol fel lehet mérni azt, hogy pontosan milyen mennyiségű élelmiszerre van szükség, nem csak a közétkeztetésben, vendéglátásban, turizmusban, különböző területeken, melyek azok, amik a helyben megtermelhetőek, jó programok vannak el egyébként országosan, meg a gyakorlatok is, és miképpen lehet ezt úgy ütemezni, hogy a étkeztetés folyamatos ellátása is megmaradjon, hiszen ez azért fontos. És az étkeztetésben egy stabilitás is kell, a termelés pedig befolyásolja mondjuk a szakértelem, az időjárás, a piaci viszonyok, és így tovább. Nem egy egyszerű dolog, de meg lehet vele küzdeni. De meggyőződés, hogy az egyszerű megoldások a leves kategóriájában vannak, hogy működőképes, magasabb szintű modell találjunk, és valósítsunk meg, mint ami a korábbi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek a technikai oldalát jelentik, a termelés oldalát jelentik a étkeztetési átalakítások reformnak. De ehhez kapcsolódnia kell egy szemléletbeli váltásnak is. Ez a szemléletbeli váltás azt jelenti, hogy ha mondjuk sajtot akarunk venni, akkor nem egy sajtnagykerhez irányítjuk a élelmezés vezetőt, hanem megnézzük azt, hogy egy helyben nincsen esetleg olyan tejtermelő, aki sajttal foglalkozik. Hogyha marhafit akarunk venni, marhafi húst, akkor lehet, hogy a látogatár alján ott van egy vágópont, egy marhafi teleppel együtt, akkor a friss rába is beszerezhetünk. Nem mondjuk egy fagyasztott, kiolvadt, látszólag olcsó, de igazából víztartalmat, magasabb víztartalmat hordozó termék. Tehát ezeket a elemeket lehet összerakni, és ahogy említettem, egy szemléletváltás kell, a megközelítés, az egészséges élelmiszerét, az egészséges étkeztetés intézet felelősség is meg kell, hogy jelenjen ebben a dologban. Nekem, én biztos vagyok benne, hogy ez a szemléletváltás, ez megindult. Az egész társadalom érdeklődése nem kis munkánk eredményeként a jó minőségű élelmiszer irányába fordult. És itt a közbeszéd, a médiónak figyelése, az, hogy mi is ezekkel a témákkal foglalkozunk, segítheti azt, hogy egy olyan termelés legyen Magyarországon, és egy olyan élelmiszerfogyasztás, ami a hagyományokat is megőrzi, korszerű is, a jövedelmet is megtartja az országban, és ugyanakkor azok számára is a tisztes megélhetést biztosítja, akik az étkeztetéssel foglalkoznak. Számos kiadázatlan lehetőség van tehát előttünk. Én bízom benne, hogy a célokat el tudjuk élni, amelyek számunkban is és életérzésben is megfogalmazódnak, és biztos vagyok abban, hogy a mostani tanácskozás is ez egy komoly ösztönző erőt ad. Én sok sikert kívánok mindenkinek az elképzelésekhez, a munkához, és bízom benne, hogy egy évvel később, két évvel később, amikor majd visszatekintünk ezekre a kiinduló pontokra, akkor ugyanolyan számokról tudunk majd tájékoztatást adni, mint amit én itt említettem a helyi termeléstől, étkeztetéstől. Van igény a jó minőségű magyar élelmiszerre, korosztályoktól függetlenül, és fontos az, hogy ebből a
megújulásból, a minőség megújulásából, ne maradjon